János írása szerint való Szent Evangélium. Első rész. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett őróla, és kiáltott mondván: ez vala, akiről mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk minnyájan kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. És ez a János bizonyság tétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, kicsoda vagy te. És megvallá, és nem tagadá, és megvallá, hogy nem én vagyok a Krisztus. És kérdezzék őt, micsoda tehát? Illés vagy-e te? És mondta, nem vagyok. A próféta vagy-e te? És ő felelt, nem. Mondának azért néki, kicsoda vagy te, hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek, mit mondasz magad felől? Mondta, én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Ézsajás próféta. És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak. És megkérdék őt, és mondának néki, miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta? Felelt nékik János mondván, én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ezek Béthabarában lettek a Jordánon túl, ahol János keresztel vala. Másnap látta János Jézust őhozzá menni, és mondta, ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez az, akiről én ezt mondám. Én utánam jő egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És én nem ismertem őt.
de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonyságot tőn János mondván, láttam a szellemet leszállani az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem, akire látod a szellemet leszállani és rajta megnyugodni, azaz, aki keresztel Szent Szellemmel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, mondta: íme az Istennek báránya. És hallá őt a két tanítvány, amint szól vala, és követék Jézust. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, mondanékik: mit kerestek? Azok pedig mondának néki: rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol lakol? Mondanékik: jöjjetek, és lássátok meg. Elmenének, és meglátták, hol lakik. És nála maradtak azon a napon. Volt pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották, és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondanéki: megtaláltuk a Mesiást, ami megmagyarázva azt teszi, Krisztus. És vezeti őt Jézushoz, Jézus pedig reá tekintvén mondta: te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozik Filippel, és mondanéki: kövess engem. Filipp pedig Becsajdából, az András és Péter városából való volt. Találkozik Filipp Nátánaellel, és mondanéki: aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a názareti Jézust, Józsefnek fiát. És mondanéki Nátánael: Názáretből támadhat-e valami jó? Mondanéki Filipp: gyer és lásd meg. Látá Jézus Nátánaelt őhozzá menni, és mondta ő felőle: íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondanéki Nátánael: honnan ismersz engem? Felelt Jézus, és mondanéki: mielőtt hívott téged Filipp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felelt Nátánael, és mondanéki: rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felelt Jézus, és mondanéki: hogy azt mondám néked, láttalak a fügefa alatt hiszel, nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondanéki: bizony-bizony mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Második rész. És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondanéki: nincs boruk. Mondanéki Jézus: mi közöm nékem te hozzád, ó asszony? Nem jött még el az én órám. Mondta az ő anyja a szolgáknak: valamit mondnéktek, megtegyétek.
Volt pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe 2-3 métrét a fér vala. Mondanékik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtölték azokat színig, és mondanékik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak, és vittek. Amint pedig megízleli a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala honnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala, szólítá a násznagy a vőlegényt, és mondanéki, minden ember a jó bort adja fel először, s mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót. De a jó bort ekkorra tartottad. Ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét, és hívének benne az ő tanítványai. Azután leméne Kapernaumba ő és az ő anyja és testvérei és tanítványai, és ott maradának néhány napig, mert közel volt a zsidók húsvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe. És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ülnek vala. És kötélből ostort csinálván kiűzé minnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitölté, és az asztalokat pedig feldönté. És a galambárusoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Felelének azért a zsidók, és mondának néki, micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed? Felele Jézus, és mondanékik, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mondának azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szól vala. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hívének az írásnak és a beszédnek, melyet Jézus mondott vala. Mikor pedig Jeruzsálemben volt húsvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében, látván az ő jeleit, melyeket cselekszik vala. Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájuk, amiatt, hogy ő ismeré minnyájukat. És mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. Harmadik rész. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondanéki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felelt Jézus, és mondanéki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondanéki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felelt Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami szellemtől született, szellem az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki szellemtől született. Felelt Nikodémus, és mondanéki, mi módon lehetnek ezek? Felelt Jézus, és mondanéki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket?
Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és ami bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak valának. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ezután elment Jézus az ő tanítványaival a Júdea földjére, és ott időzék velük és keresztelt. János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz, és odajárulának és megkeresztelkedének. Mert János még nem vetteték a tömlőcbe. Vetekedés támadt azért a János tanítványai és a júdeaiak között a mosakodás felől, és menének Jánoshoz, és mondának néki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és hozzámegy mindenki. Felelt János, és mondta: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot néki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. Annak növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és földieket szól. Aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be. Aki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mivel hogy az Isten nem mérték szerint adja a szellemet. Az Atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Negyedik rész. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jó lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyá Júdeát és elment ismét Galileába. Szamárián kell vala pedig által mennie.
Megy vala azért Szamáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott vala az ő fiának, Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jöve egy szamáriabeli asszony vizet meríteni, mondta néki Jézus: adj innom! Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért néki a szamáriai asszony: hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki szamáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a szamáriaiakkal. Felelt Jézus, és mondta néki: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked: adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mondta néki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagyé te a mi atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és jószága is? Felelt Jézus, és mondta néki: mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondta néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta néki Jézus: menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta: nincs férjem. Mondta néki Jézus: jól mondád, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani férjed nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus: asszony, hidd el nekem, hogy eljő az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Mondta néki az asszony: tudom, hogy Messiás jő, aki Krisztusnak mondatik. Mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Mondta néki Jézus: én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjövének az ő tanítványai, és csodálkozának, hogy asszonnyal beszélt, mindazáltal egyik se mondá, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyá azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és mondta az embereknek: gyertek, lássatok egy embert, aki megmondta nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ezéje a Krisztus? Kimentek azért a városból, és hozzámenének. Eközben pedig kérék őt a tanítványok mondván: mester, egyél! Ő pedig mondta nékik: van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondának azért a tanítványok egymásnak: hozott-e néki valaki enni? Mondanékik Jézus: az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.
Ti nem azt mondjátok-e, hogy még 4 hónap és eljön az aratás? Íme mondom néktek, emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató. Én annak az aratására küldelek titeket, amit nem ti munkáltatok. Mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. Abból a városból pedig sokan hívének benne a szamaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett valahogy, mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért odamentek hozzá a szamaritánusok, kérék őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. És sokkal többen hittek a maga beszédéért. És azt mondják vala az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. 2 nap múlva pedig kiment onnét és elméne Galileába. Mert Jézus maga tett bizonyságot arról, hogy a prófétának nincs tisztessége a maga hazájában. Mikor azért beméne Galileába, befogadták őt a galileabeliek, mivel hogy látták vala mindazt, amit Jeruzsálemben cselekedett az ünnepen, mert ők is elmentek vala az ünnepre. Ismét a galileai Kánába méne azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, kinek a fia beteg volt. Mikor az meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá méne és kéri őt, hogy menjen el, és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán van. Mondta azért néki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondta néki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondta néki Jézus, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Amint pedig már megy vala, elébe jövének az ő szolgái, és hírt hozzának néki mondván, hogy a te fiad él. Megtudakozá azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala, és mondának néki, tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy a te fiad él, és hitt ő és az ő egész háza népe. Ezt ismét második jel gyanán tevé Jézus, mikor Júdeából Galileába ment. Ötödik rész. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a lyukkapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek, 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várván a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavará a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akár minémű betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ez, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondané ki, akarsz-e meggyógyulni? Felelt néki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondané ki Jézus. Kelj fel! Vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! És azonnal meggyógyult az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala.
aznap pedig szombat volt. Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak. Szombat van! Nem szabad néked a nyoszolyát hordanod! Felele nékik. Aki meggyógyított engem, az mondá nékem, vedd fel a nyoszolyádat és járj! Megkérdék őt azért. Ki az az ember, aki mondá néked, vedd fel a nyoszolyádat és járj? A meggyógyult pedig nem tudja valahogy ki az, mert Jézus félrevonult sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozik vele Jézus a templomban, és mondané ki. Íme meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elméne az az ember, és hírül adá a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vették a zsidók Jézust, és meg akarták őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Jézus pedig felelt nékik. Az én atyám mindez ideig munkálkodik. Én is munkálkodom. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját atyának mondotta, egyenlővé tévé magát az Istennel. Felelt azért Jézus, és mondanékik. Bizony-bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát. Mert amiként azt cselekszik, ugyanazokat hasonlatos képpen a fiú is cselekszi. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik. És ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. És nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Mert amiként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat adott néki az ítélettételre is, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Én semmit sem cselekedhetem magamtól. Amint hallok, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyáit. Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Más az, aki bizonyságot tesz rólam. És tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel bizonyságot tesz rólam. Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt, hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok. Ő az égő és fénylő szövétnek volt, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál, mert azok a dolgok, amelyeket reám bízott az atya, hogy elvégezzem azokat,
azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje nincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, azt befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál. Van, aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Hatodik rész. Ezek után elment Jézus a galileai tengeren, a Tibériáson túl. És nagy sokaság követte őt, mivel hogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken. Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. Közel volt pedig a húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért felemelte Jézus szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jő hozzá, mondta Filipnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ez pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni. Felelt néki Filip: 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikök kapjon valami keveset. Mondané ki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére: van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Jézus pedig mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálákat adván, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek. Hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének, mondta az ő tanítványainak: szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedték azért, és megtöltének 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak vala az evők után. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn mondának: bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő vala a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak és őt elragadni, hogy királyát tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Mikor pedig estveledék, lemenének az ő tanítványai a tengerhez, és beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus. És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborog vala. Mikor azért 25 vagy 30 futamatnyira beevesztek, meglátták Jézust, amint jár vala a tengeren, és a hajóhoz közeledik vala, és megrémülének. Ő pedig mondanékik: én vagyok, ne féljetek.
Be akarák azért őt venni a hajóba, és a hajó azonnal ama földnél volt, amelyre menének. Másnap a sokasság, amely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem volt ott más hajó, csak az az egy, amelybe a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el, de jöttek más hajók Tibériásból, közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr, mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállának ők is a hajókba, és elmentek Kapernaumba keresvén Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide? Felelt nékik Jézus, és mondta: Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestetek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ád majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. Mondának azért néki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felele Jézus, és mondta nékik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondának azért néki: Micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk néked? Mit művelsz? Ami atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott vala enniük. Mondta azért nékik Jézus: Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből szállott alá, és életet ad a világnak. Mondának azért néki: Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondta nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Minden, amit nékem ád az Atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasztam azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen. És én feltámasztam azt az utolsó napon. Zúgolódának azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondá: Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. És mondának: Nem ezé a Jézus, a József fia, akinek mi ismerjük atyát és anyját? Mi módon mondja hát ez, hogy a mennyből szállottam alá? Felele azért Jézus, és mondanékik: Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja azt, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott és tanult, én hozzám jő. Nemhogy az Atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak.
én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké, és az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tusakodának azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk? Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem am az élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát, és meghalának. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondta a zsinagógában, amikor tanít vala Kapernaumban. Sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványai közül, mondának. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Tudván pedig Jézus ő magában, hogy emiatt zúgolódnak az ő tanítványai, mondanékik. Titeket ez megbotránkoztat? Hát ha meglátjátok az embernek fiát felszállani oda, ahol elébb vala. A szellem az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És mondta, azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva néki. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek. Vajon ti is el akartok-e menni? Felelt néki Simon Péter. Uram! Kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felelt nékik Jézus. Nem én választottalak ki titeket a 12-t, és egy közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskáriótest, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. 7. rész. És ezek után Galileában jár vala Jézus, mert nem akar vala Júdeában járni, mivel hogy azon igyekezének a júdeabeliek, hogy őt megöljék. Közel volt pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Mondának azért néki az ő atya fiai. Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. Mert az ő atya fiai sem hívének benne. Mondta azért nékik Jézus.
az én időm még nincsen itt, a ti időtök pedig mindig készen van. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel erre az ünnepre. Én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be. Ezeket mondván pedig nékik, marad a Galileában. Amint pedig felmenének az ő atya fiai, akkor ő is felméne az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mint egy titkon. A zsidók azért keresik vala őt az ünnepen, és mondának, hol van ő? És a sokaságban nagy zúgás vala ő miatta, némelyek azt mondják valahogy jó ember, mások pedig azt mondják vala, nem, hanem a népnek hitetője. Mindamellett senki sem beszélt vala nyíltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt. Már-már az ünnep közepén azonban felment Jézus a templomba, és tanít vala. És csodálkozának a zsidók mondván, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta? Felele nékik Jézus, és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, igaz az, és nincsen abban hamisság. Nem Mózes adta én néktek a törvényt, és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni? Felele a sokaság és monda, ördög van benned, ki akar téged megölni? Felele Jézus és monda nékik, egy dolgot cselekvém, és mindnyájan csodáljátok. Azért Mózes adta néktek a körülmetélkedést, nem mintha Mózestől való volna, hanem az atyáktól, és szombaton körülmetélitek az embert. Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, én rám haragusztok-e, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Mondának azért némelyek a jeruzsálemiek közül. Nem ezé az, akit meg akarnak ölni, és íme nyíltan szól, és semmit sem szólnak néki. Talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus? De jól tudjuk, honnét való ez. Mikor pedig eljő a Krisztus, senki nem tudja, honnét való. Kiállta azért Jézus a templomban, tanítván és mondván. Mind engem ismertek, mind azt tudjátok, honnan való vagyok, és én magamtól nem jöttem, de igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek. Én azonban ismerem őt, mert őtőle vagyok, és ő küldött engem. Akarják vala azért őt megfogni, de senki sem veti rá a kezét, mert nem jött még el az ő órája. A sokaság közül pedig sokan hittek ő benne, és azt mondják valahogy, a Krisztus mikor eljő, teheti majd több csodát azoknál, amelyeket ezt tett. Meghallák a farizeusok, amint a sokaság ezeket suttogja vala felőle, és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt. Mondta azért nékik Jézus. Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, és nem találtok meg. És ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Mondának azért a zsidók maguk között. Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajon a görögök közé szóródottakhoz akaré menni, és a görögöket tanítani? Micsoda beszéd ez, amelyet monda?
Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és kiállta mondván: ha valaki szomjuhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a szellemről, amelyet vendők valának az ő benne hívők. Mert még nem volt szent lélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg. Sokan azért a sokaság közül, amint hallák-e beszédet, ezt mondják vala: bizonnyal ez a ma proféta. Némelyek mondának: ez a Krisztus. Mások pedig mondának: csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondja-e, hogy a Dávid magvából és Betlehemből, ama városból jön el a Krisztus, ahol Dávid volt. Hasonlás lőn azért ő miatta a sokaságban. Némelyek pedig közülük akarják vala őt megfogni, de senki sem veti reá a kezét. Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és a farizeusokhoz, és mondának azok őnékik: miért nem hoztátok el őt? Felelének a szolgák: soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Felelének azért nékik a farizeusok: vajon ti is el vagytok-e hitetve? Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitté benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Mondanékik Nikodémus, aki éjjel ment vala őhozzá, aki egy volt azok közül: vajon a mi törvényünk kárhoztatja-e az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik? Felelének és mondának néki: vajon te is Galileus vagy-e? Tudakozodjál és lásd meg, hogy Galileából nem támad proféta. És mindnyájan hazamenének. Nyolcadik rész. Jézus pedig elméne az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával ír vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezik őt, felegyenesedve mondanékik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván ír vala a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt vala, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék, és senkit sem lát az asszonyon kívül, mondanéki: asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott-e téged? Az pedig mondta: senki, uram. Jézus pedig mondanéki: én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Mondának azért néki a farizeusok:
Te magadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Felele Jézus, és mondanékik. Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek. Ti pedig nem tudjátok, honnan jövök, és hová megyek. Ti teszt szerint ítéltek. Én nem ítélek senkit. De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz. Mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem. A ti törvényetekben is megvan pedig írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz. Én vagyok, aki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az Atya, aki küldött engem. Mondának azért néki, hol van a te atyád? Felele Jézus, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. Ezeket a beszédeket mondá Jézus a kincstartó helyen, amikor tanít vala a templomban. És senki sem fogta meg őt, mert még nem jött el az ő órája. És ismét mondta azért nékik Jézus. Én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni. Ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. Mondának azért a zsidók. Avagy megöljé magát, hogy azt mondja, ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. És mondanékik, ti innét alulvalók vagytok, én onnét felülvaló vagyok. Ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való. Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Mondának azért néki, ki vagy te? És mondanékik Jézus, amit elejétől fogva mondok is nektek. Sok beszélni és ítélni valón van felőletek, de igaz az, aki elküldött engem, és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam vala. Nem vették észre, hogy az atyáról szól vala nékik. Mondd azért nékik Jézus, mikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok, és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok. És aki küldött engem, én velem van az. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Amikor ezeket mondá, sokan hívének ő benne. Mondd azért Jézus a benne hívő zsidóknak. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki. Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondod te, hogy szabadokká lesztek? Felelt nékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt beszélem, amit az én atyámtól láttam. Ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Felelének és mondának néki. Ami atyánk Ábrahám. Mondanékik Jézus. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ám de meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.
ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Mondd azért nékik Jézus, ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam és jöttem, mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug, és hazugságnak atya. Mivel hogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem. Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok, miért nem hisztek ti nékem? Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit. Azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók. Felelének azért a zsidók, és mondának néki, nem jól mondjuk én mi, hogy te szamaritánus vagy, és ördög van benned. Felelt Jézus, nincs én bennem ördög, hanem tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem. Pedig én nem keresem az én dicsőségemet, van, aki keresi és megítéli. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mondának azért néki a zsidók. Most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is, és te azt mondod, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké. Avagy nagyobb vagy te a mi atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek állított te magadat? Felelt Jézus. Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. És nem ismeritek őt, de én ismerem őt. És ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá hazuggá leszek. De ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat, látta is és örült. Mondának azért néki a zsidók. Még 50 esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad? Mondanékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadának azért, hogy reá haigálják, Jézus pedig elrejtőzködik, és kiment a templomból, átmenvén közöttük, és így módon eltávozik. 9. rész. És amint eltávozik, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezik őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és a nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire. És mondanéki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elméne azért, és megmosakodék, és megjöve látva. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondának. Nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondák, hogy ez az. Mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy én vagyok az. Mondának azért néki.
mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felele az, és mondta: egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készíte, és rákené a szemeimre, és mondanékem: menj el a Siloám tavára, és mosódjál meg. Miután pedig elmenék, és megmosakodám, megjöve látásom. Mondának azért néki: hol van az? Mondta: nem tudom. Vivék őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálá és felnyitá ennek szemeit, szombat volt. Szintén a farizeusok is megkérdezék azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondanékik: sarat tőn szemeimre, és megmosakodám, és látok. Mondának azért némelyek a farizeusok közül: ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának: mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lőn közöttük. Újra mondának a vaknak: te mit szólsz ő róla, hogy megnyitá szemeidet? Ő pedig mondta: hogy próféta. Nem hívék azért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjöve a látása, míg nem előhívák annak szüleit, akinek megjöve a látása. És megkérdezik azokat mondván: ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon lát hát most? Felelének néki annak szülei, és mondának: tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De mi módon lát most, nem tudjuk. Vagy kinyitotta meg szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy félnek vala a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Másodszor is szólíták azért az embert, aki vak volt, és mondának néki: adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felele azért az, és mondta: ha bűnösé, én nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondák pedig néki: mit csinált veled? Mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felelt nékik: már mondám néktek, és nem hallátok. Miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazák azért őt, és mondának: te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Felelt az ember, és mondanékik: bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallottam, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Felelének és mondának néki: te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiveték őt. Meghallá Jézus, hogy kiveték azt, és találkozván vele, mondanék ki: hiszel-e te az Isten fiában? Felelt az, és mondta: ki az, Uram, hogy higgyek benne? Mondta pedig néki Jézus: láttad is őt, és aki beszél veled, az az. Az pedig mondta: hiszek, Uram, és imádá őt. És mondta Jézus: ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallák ezeket némely farizeusok, akik vele valának, és mondának néki:
avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondanékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Tizedik rész. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondanékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól vala nékik. Újra mondta azért nékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya, én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt. És sokan mondják vala közülük, ördög van benne és bolondozik, mit hallgattok reá? Mások mondának, ezek nem ördöngösnek beszédei. Vajon az ördög megnyithatja-e a vakoknak szemeit? Lőn pedig Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe, és tél volt. És Jézus a templomban, a Salamon tornácában jár vala. Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Felelt nékik Jézus, megmondtam nektek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél,
és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felelt nékik Jézus. Sok jó dolgot mutattam nektek az én atyámtól. Azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Felelének néki a zsidók mondván. Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem a káromlásért, tudnélik, hogy te ember létedre istenné teszed magadat. Felelt nékik Jézus. Nincs én megírva a ti törvényetekben, én mondám, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lőn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok-e ti, akit az atya megszentelt és elküldötte világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondám, az Isten fia vagyok. Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nekem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nekem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Ismét meg akarák azért őt fogni, de kiment az ő kezükből. És újra elment túl a Jordánon arra a helyre, ahol János először keresztelt vala, és ott maradt. És sokan mentek ő hozzá, és mondják valahogy, János nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János efelől mondott, igaz volt. És sokan hívének ott ő benne. 11. rész. Volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente vala az urat kenettel, és hajával törlé meg annak lábait. Küldének azért a testvérek ő hozzá mondván, Uram, íme akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Szereti vala pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt. Ezután aztán mond a tanítványainak. Menjünk ismét Júdeába. Mondának néki a tanítványok. Mester, most akarnak vala téged megkövezni a júdeabeliek, és újra oda mégy? Felele Jézus. Avagy nem 12 órája van-e a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg. Mert látja-e világnak világosságát? De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondá, és ezután mondanékik. Lázár, ami barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Akkor azért nyilván mondanékik Jézus. Lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek. De menjünk el ő hozzá. Mondta azért Tamás, aki kettősnek mondatik az ő tanítványtársainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Elmenvén azért Jézus úgy találá, hogy az már 4 napja volt sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mint egy 15 futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek vala Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Márta azért, amint hallja vala, hogy Jézus jő, elébe méne. Mária pedig otthon ül vala. Mondd azért Márta Jézusnak. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja néked az Isten.
mondanéki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondanéki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Mondanéki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mondanéki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek a fia, aki e világra jövendő vala. És amint ezeket mondotta vala elméne, és titkon szólítá az ő testvérét Máriát mondván, a Mester itt van és hív téged. Mihelyt ez hallá, felkele hamar és hozzáméne. Jézus pedig még nem ment vala be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahová Márta elébe ment vala. A zsidók azért, akik ővele otthon voltak és vigasztalták őt, látván, hogy Mária hamar felkél és kimegy vala, utána mentek ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátván őt, az ő lábaihoz esék, mondván néki. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus azért, amint látja valahogy a sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsult szellemében, és igen megrendült. És mondta, hová helyeztétek őt? Mondának néki, Uram, gyer, és lásd meg! Könnyekre fakadt Jézus. Mondának azért a zsidók, íme, mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna-e ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig újra felindulva magában oda ment a sírhoz. Az pedig egy üreg volt, és kőfeküvék rajta. Mondta Jézus, vegyétek el a követ. Mondanéki a megholtnak nőtestvére, Márta. Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mondanéki Jézus, nem mondtam én neked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala, Jézus pedig felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiállta. Lázár, jöjj ki! És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelekkel megkötözve, és az orcáján kendővel leborítva. Mondanékik Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hívének azért ő benne ama zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, amiket cselekedett vala. De némelyek azok közül elmentek a farizeusokhoz, és elbeszélék nékik, amiket Jézus cselekedett vala. Egybegyűjték azért a papi fejedelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondának. Mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát művel. Ha eképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden népet. Egy pedig ő közülük Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, mondanékik. Ti semmit sem tudtok. Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Ez pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt mondott, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért,
hanem azért is, hogy az Istennek elszélett gyermekeit egybegyűjtse. Ama naptól azért azon tanakodtak, hogy őt megöljék. Jézus azért nem jár vala többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a vidékre, a pusztához közel, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott az ő tanítványaival. Közel volt pedig a zsidók húsvétja, és sokan mentek fel Jeruzsálembe a vidékről húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keressék azért Jézust, és szólának vala egymással a templomban állva, mit gondoltok, hogy nem jönné fel az ünnepre? A papi fejedelmek pedig és a farizeusok is parancsolatot adának, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse meg, hogy őt megfogják. Tizenkettedik rész. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt méne Betániába, ahol a meghalt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítének azért ott néki, és Márta szolgál vala fel. Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ülnek vala ővele. Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és megtörlé annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelik a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondá, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tesznek vala, elcseni. Mondta azért Jézus, hagyj békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. A zsidók közül azért nagy sokaság értesült vala arról, hogy ő ott van. És oda mentek nem csak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. A papi fejedelmek pedig tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék. Mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatta mentek oda, és hittek a Jézusban. Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött vala, halván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő, pálma ágakat vőn, és kiméne elébe, és kiált vala. Hosanna! Áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izraelnek ama királya. Találván pedig Jézus egy szamarat, felült arra, amint megvan írva, ne félj Sionnak leánya, íme a te királyod jő, Szamárnak vemhén ülve. Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai, hanem mikor megdicsőítették Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket mívelték ővele. A sokaság azért, amely ővele volt, mikor kihívta Lázárt a koporsóból, és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tett. Azért is ment ő elébe a sokaság, mivel hallá, hogy ő ezt a csodát művelte vala. Mondának azért a farizeusok egymás között. Látjátok-e, hogy semmit sem értek? Íme mind e világ ő utána megy. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Becsajdából való Filephez mentek, és kérék őt mondván, Uram, látni akarjuk a Jézust. Megy vala Filep, és szól a Andrásnak, és viszont András és Filep szólt Jézusnak. Jézus pedig felelt nékik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de ezért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta vala, azt mondá, hogy mennydörgött. Mások mondának, angyal szólt néki. Felelt Jézus és mondta, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Most van-e világ kárhoztatása? Most vettetik ki-e világ fejedelme? És én, ha felemeltetem-e földről, mindeneket magamhoz vonszok. Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Felelt néki a sokaság. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad. Hogyan mondod hát te, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie? Kicsoda ez az ember fia? Mondta azért nékik Jézus. Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket. És aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén elrejtőzködék előlük. És noha ő ennyi jeltett vala előttük, mégsem hittek ő benne, hogy beteljesedjék az Ézsajás próféta beszéde, amelyet mondta, Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Azért nem hittek valamert, ismét mondta Ézsajás. Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondá Ézsajás, amikor látta az ő dicsőségét, és beszéle ő felőle. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne. De a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét. Jézus pedig kiállta és mondta, aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem-e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. És ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem hisz, én nem kárhoztatom azt. Mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szólottam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nékem. 13. rész. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az Atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket, és vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt, tudván Jézus,
hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körül kötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Méne azért Simon Péterhez, és az mondanéki: Uram, te mosodé meg az én lábaimat. Felelt Jézus, és mondanéki: Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondanéki Jézus: Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja előtt, azért mondá: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik: Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Nem minnyájatokról szólok. Tudom én, kiket választottam el, hanem hogy beteljesedjék az írás: aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellene. Most megmondom néktek, mielőtt meglenne, hogy mikor meglesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodik szellemében, és bizonyságot tőn, és mondta: Bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. A tanítványok ekkor egymásra tekintének bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik vala, akit szeret vala Jézus. Int azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Az pedig a Jézus kebelére hajolván mondanéki: Uram, ki az? Felelt Jézus: Az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot adá Iskariótes Júdásnak, a Simon fiának. És a falat után akkor beméne abba a sátán. Mondta azért néki Jézus: Amit cselekszel, hamar cselekedjed. Ezt pedig senki sem érti a leültek közül, miért mondta néki. Némelyek ugyanis állíták, mivel hogy az erszény Júdásnál volt, hogy azt mondá néki Jézus: Vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. Az pedig, mihelyt a falatot elvevé, azonnal kiméne. Volt pedig éjszaka. Mikor azért kiment vala, mondta Jézus: Most dicsőítették meg az embernek fia. Az Isten is megdicsőítették ő benne. Ha megdicsőítették ő benne az Isten is megdicsőíti őt ő magában, és ezennel megdicsőíti őt. Fiai, egy kevés ideig még veletek vagyok. Kerestek majd engem,
De amiként a zsidóknak mondám, hogy ahová én megyek, ti nem jöhettek, most néktek is mondom. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Mondanék ki Simon Péter: Uram, hová még? Felelnék ki Jézus: ahová én megyek, most én utánam nem jöhetsz. Utóbb azonban utánam jössz. Mondanék ki Péter: Uram, miért nem mehetek most utánad? Az életemet adom éretted. Felelnék ki Jézus: az életedet adod érettem? Bizony-bizony mondom néked, nem szól addig a kakas, míg nem háromszor megtagadsz engem. 14. rész. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok. Az utat is tudjátok. Mondanék ki Tamás: Uram, nem tudjuk hová még. Mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondanék ki Jézus: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondanék ki Filip: Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondanék ki Jézus: annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát? Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek nekem. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vígasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul. Eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé. De ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám,
Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Mondané ki Júdás, nem az Iskáriótes. Uram, mi dolog, hogy nékünk jelentett ki magadat, és nem a világnak? Felelt Jézus, és mondané ki. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ezeket beszéltem néktek, amíg veletek valék. Ama vígasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Hallottátok, hogy én azt mondtam nektek. Elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az atyához, mert az én atyám nagyobb nálamnál. És most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, higgyetek. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. De hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nékem, keljetek fel, menjünk el innen. 15. rész. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek,
és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki küldött engem. Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük. De most nincs mivel menteniük az ő bűnüket. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, amelyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük. De most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én atyámat. De azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megiratott az ő törvényükben, ok nélkül gyűlöltek engem. Mikor pedig eljő majd a vígasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak szelleme, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok. Tizenhatodik rész. Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket. Sőt, jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem nektek, hogy amikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam nektek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam nektek, mivel hogy veletek voltam. Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki sem kérdezi tőlem közületek, hová mégy. Hanem, mivel hogy ezeket beszéltem nektek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket. De én az igazat mondom nektek. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a vígasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. És igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett. Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljő amaz, az igazságnak szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Egy kevés idő, és nem láttok engem. És ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az atyához megyek. Mondának azért az ő tanítványai közül egymásnak. Mi az, amit nékünk mond? Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, és mert én az atyához megyek. Mondának azért. Mi az a kevés idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit mond.
Megérti azért Jézus, hogy őt akarnák megkérdezni és mondanékik. Arról tudakozzátok-e egymást, hogy azt mondám, egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született a világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Ezeket példázatokban mondottam néktek, de eljő az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd nektek, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az atyát ti érettetek, mert maga az atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Kijöttem az atyától, és jöttem-e világba. Ismét elhagyom-e világot, és elmegyek az atyához. Mondának néki az ő tanítványai. Íme, most nyíltan beszélsz, és semmi példázatot nem mondasz. Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki téged megkérdezze. Erről hisszük, hogy az Istentől jöttél ki. Felelt nékik Jézus. Most hiszitek? Íme eljö az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok kiki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok. De nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok. Én meggyőztem a világot. 17. rész. Ezeket beszélte Jézus, és felemeli szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. Tieid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, őnékig adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. És az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek.
Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük voltam a világon, én megtartám őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság. Amiként te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos Atyám, és a világ nem ismert téged, de én megismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. 18. rész. Mikor ezeket mondta vala Jézus, kiméne az ő tanítványaival együtt túl a Kedron patakján, ahol egy kert volt, amelybe bemenének ő és az ő tanítványai. Ismeré pedig azt a helyet Júdás is, aki őt elárulja vala, mivel hogy gyakorta ott gyűlt egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vévén a katonai csapatot, és a papi fejedelmektől és farizeusoktól szolgákat, odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő vala, előre méne, és mondta azoknak, kit kerestek? Felelének néki, a názáreti Jézust. Mondanékik Jézus, én vagyok. Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt. Mikor azért azt mondá nékik, hogy én vagyok, hátra vonulának és földre esének. Ismét megkérdezi azért őket, kit kerestek? És azok mondának, a názáreti Jézust. Felele Jézus, mondám néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el. Hogy beteljesüljön a beszéd, amelyet mondott, azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem vesztettem el. Simon Péter pedig, akinek szabjája volt, kirántá azt, és megüti a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét.
a szolga neve pedig Málkus vala. Mondta azért Jézus Péternek, tedd hüvelyébe a te szabjádat, avagy nem kellé kiinnom azt a pohárt, amelyet az atya adott nékem. A csapat azért és az ezredes és a zsidók szolgái megfogták Jézust, és megkötözték őt. És vitték őt először Annáshoz, mert ez Ipa vala Kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap volt. Kajafás pedig az volt, aki tanácsolta vala a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért. Simon Péter pedig és egy másik tanítvány követi vala Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerős volt a főpappal, és bement Jézussal együtt a főpap udvarába. Péter pedig kívül állt vala az ajtónál. Kiment azért a ma másik tanítvány, aki a főpappal ismerős volt, és szólt az ajtó őrzőnek, és bevitte Pétert. Szóla azért Péterhez az ajtó őrző leány. Nem, de te is ez ember tanítványai közül való vagy. Mondá ő, nem vagyok. A szolgák pedig és a poroszlók ott állnak vala szítván a tüzet, mivel hogy hűvös volt, és melegszenek vala. Ott áll vala pedig Péter is ővelük együtt, és melegszik vala. A főpap azért kérdezi Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől. Felelt néki Jézus. Én nyilván szólottam a világnak. Én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek, és titkon semmit sem szólottam. Mit kérdez engem? Kérdez azokat, akik hallották, amit szóltam nékik. Íme ők tudják, amiket nékik szólottam. Mikor pedig ő ezeket mondja vala, egy a poroszlók közül, aki ott áll vala, arcul üté Jézust mondván. Így felelsz éj a főpapnak. Felelt néki Jézus. Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Elküldi őt Annás megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott áll vala és melegszik vala. Mondának azért néki. Nem, de te is ennek a tanítványai közül való vagy. Megtagadá ő és mondta. Nem vagyok. Mondta egy a főpap szolgái közül, rokona annak, akinek a fülét Péter levágta. Nem láttalak-e én téged ővele együtt a kertben? Ismét megtagadta azért a Péter, és a kakas azonnal megszólalt. Vitték azért Jézust Kajafástól a törvényházba, volt pedig reggel. És ők nem mentek be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt. Kiment azért Pilátus őhozzájuk, és mondta, micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Felelének és mondának néki, ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mondta azért nékik Pilátus, vigyétek előtt ti, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint. Mondának azért néki a zsidók, nekünk senkit sem szabad megölnünk, hogy beteljesedjék a Jézus szava, amelyet mondta, amikor jelenti valahogy milyen halállal kell majd meghalni. Ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólítja vala Jézust, és mondta néki, te vagy a zsidók királya? Felelt néki Jézus, magadtól mondod éte ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Felelt Pilátus, avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe. Mit cselekedtél? Felelt Jézus, az én országom nem e világból való.
Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Mondta azért néki Pilátus: Király vagy éj, hát te csak ugyan? Felelt Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mondanéki Pilátus: Micsoda az igazság? És amint ezt mondá, újra kiment a zsidókhoz, és mondanékik: Én nem találok benne semmi bűnt. Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak néktek egyet a húsvét ünnepen. Akarjátok-e azért, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? Kiáltának azért viszont mindnyájan mondván: Nem ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig tolvaj volt. Tizenkilencedik rész. Akkor azért előfogá Pilátus Jézust, és megostoroztatá. És a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tevék, és bíbor köntöst adának reá, és mondának: Üdvözlégy, zsidók királya! És arcul csapdosák vala őt. Majd ismét kiméne Pilátus, és mondanékik: Íme, kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és a bíbor köntöst viselve, és mondanéki Pilátus: Imhol az ember? Mikor azért látják vala őt a papi fejedelmek és a szolgák, kiáltozának mondván: Feszítsd meg, feszítsd meg! Mondanékik Pilátus: Vigyétek elő ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Felelének néki a zsidók: Nékünk törvényünk van, és ami törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. És ismét bement a törvényházba, és szólt Jézusnak: Honnét való vagy te? De Jézus nem felelt néki. Mondta azért néki Pilátus: Nekem nem szólsz én? Nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Felelt Jézus: Semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Ettől fogva igyekszik vala Pilátus őt szabadon bocsátani. De a zsidók kiáltozának mondván: Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Pilátus azért, amikor hallja vala e beszédet, kihozá Jézust, és üle a törvénytevő székbe azon a helyen, amelyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig Gabatának. Volt pedig a húsvét péntekje, és mintegy 6 óra. És mondta a zsidóknak: Imhol a ti királyotok? Azok pedig kiáltoznak vala: Vidd el, vidd el, feszítsd meg őt! Mondanékik Pilátus: A ti királyotokat feszítsem meg? Felelének a papi fejedelmek: Nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért nékik adá őt, hogy megfeszítessék. Átvevék azért Jézust, és elvivék. És emelvén az ő keresztfáját, méne az úgynevezett koponya helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszíték őt, és ő vele más 2-t,
egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is ira, és feltevé a keresztfára. Ez volt pedig az írás. A názereti Jézus, a zsidók királya. Sokan olvasák azért a címet a zsidók közül, mivel hogy közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítetett vala, és héberül, görögül és latinul volt az írva. Mondának azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei. Ne írd a zsidók királya, hanem hogy ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Felelt Pilátus, amit megírtam, megírtam. A vitézek azért, amikor megfeszítették Jézust, vevék az ő ruháit, és négy részre oszták, egyrészt mindenik vitéznek és a köntösét. A köntös pedig varrástalan volt, felülről mindvégig szövött. Mondának azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen, hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondja, megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. A vitézek tehát ezeket művelték. A Jézus keresztje alatt pedig ott állottak vala az ő anyja, és az ő anyjának nőtestvére, Mária, a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna. Jézus azért, mikor látja valahogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeret vala, mondta az ő anyjának, asszony, imhol a te fiad. Azután mondta a tanítványnak, imhol a te anyád, és ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány. Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, mondta, szomjúhozom. Volt pedig ott egy ecettel teli edény. Azok azért szivacsot töltvén meg ecettel és izsópra tévén azt, oda vitték az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét, kibocsátás szellemét. A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán ne maradjanak, miután péntek volt, mert annak a szombatnak napja nagy nap volt, kérjék Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait, és vegyék le őket. Eljövének azért a vitézek, és megtörék az elsőnek lábszárit, és a másikét is, aki ővele együtt feszítetett meg. Mikor pedig Jézushoz érének, és látják vala, hogy ő már halott, nem törék meg az ő lábszárait, hanem egy a vitézek közül dárdával döfé meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki abból. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonysága, és azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás, az ő csontja meg ne törettessék. Másút ismét így szól az írás. Néznek majd arra, akit által szegeztek. Ezek után pedig kéré Pilátust az arimatiai József, aki a Jézus tanítványa volt, de csak titokban a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse a Jézus testét, és megengedé Pilátus. Elméne azért, és levevé a Jézus testét. Eljöve pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment vala először Jézushoz, hozván mirhából és áloéból való kenetet, mint egy 100 fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték azt lepedőkbe illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senki sem helyeztetett vala. A zsidók péntekje miatt azért, mivel hogy az a sír közel volt, abba helyeztették Jézust. Huszadik rész. A hétnek első napján pedig jó reggel,
amikor még sötétes volt, odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért, és méne Simon Péterhez és a ma másik tanítványhoz, akit Jézus szeret vala, és mondanékik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz. Együtt futnak vala pedig mindketten, de a ma másik tanítvány hamar megelőzte Pétert, és előbb jutott a sírhoz. És lehajolván látta, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem megy vala be. Megjöve azután Simon Péter is nyomban utána, és bement a sírba, és látta, hogy a lepedők ott vannak. És a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát és hisz vala. Mert nem tudják vala még az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. Visszamentek azért a tanítványok az övéikhez. Mária pedig kint áll vala a sírnál sírva. Amíg azonban siránkozik, behajol vala a sírba. És látott két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt vala. És mondának azok néki, asszony, mit sírsz? Mondanékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátrafordult, és látta Jézust ott állani, és nem tudja valahogy Jézus az. Mondanéki Jézus, asszony, mit sírsz? Kit keresz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanéki. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Mondanéki Jézus, Mária. Az megfordulván mondanéki. Rabbóni. Ami azt teszi, mester. Mondanéki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj el az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elméne Mária Magdaléna hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus, és megáll a középen, és mondanékik, békesség néktek! És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat. Ismét mondta azért nékik Jézus, békesség nektek, amiként engem küldött vala az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, reájuk lehelle, és mondanékik, vegyetek Szent Szellemet, akiknek bűneit megbocsájtjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikéit megtartjátok, megtartatnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ő velük, amikor eljött vala Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok. Láttuk az Urat. Ő pedig mondanékik. Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent voltak az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtók zárva voltak, bement Jézus, és megáll a középen, és mondta. Békesség néktek! Azután mondta Tamásnak. Hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet.
és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felelt Tamás, és mondanéki, én Uram, és én Istenem. Mondanéki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelt is mivelt ugye Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. XXI. rész. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig eképpen. Együtt valának Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátánael, a galileai Kánából való és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondanékik Simon Péter, elmegyek halászni, mondának néki. Elmegyünk mi is te veled. Elmentek és azonnal a hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledék, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerik meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nékik Jézus, fiai, van-e valami ennivalótok? Felelének néki, nincsen. Ő pedig mondanékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szóla azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallja valahogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze valának a parttól, hanem mintegy 200 singire, és vonszák vala a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondanékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszáll a Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Mondanékik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adá nékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondanéki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondanéki, legeltesd az én bárányaimat. Mondanéki ismét másodszor is. Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondanéki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki, őrizd az én juhaimat. Mondanéki harmadszor is. Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki, szeretsz-e engem, és mondanéki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged.
mondanéki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és odamégy vala, ahová akarád. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szólanéki, kövess engem. Péter pedig megfordulván látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondá, Uram, ki az, aki elárul téged? Ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mint lészen? Mondanéki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem! Kiment azért a beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem mondotta néki, hogy nem hal meg, hanem ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Ámen.